Az állandósult asszály miatt számos afgán család eladja gyermekét, vagy érdekházasságokba kényszerítik a fiatalokat, hogy a család rendezhesse adósságát. Az élelmiszerbiztonságot globális szinten is veszélyezteti az éghajlatváltozás, a fegyveres konfliktusok és a népesség növekedése, hívta fel a figyelmet az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete szerdán. A FAO szerint világszerte mintegy 800 millió ember alultáplált. A UNICEF szóvívője Alison Parker szerint szülők tömegét szorongatja kilátástalan adósság Afganisztánban. Az emberek nagyon várják az esőt, abban reménykednek, hogyha majd ismét gazdálkodhatnak, visszafizethetik adósságukat, de sajnos a szárazság folytatódik, aminek a gyerekek is az áldozatai. A felperzselődött területekről emberek tömege kényszerül elköltözni. Afganisztánban több mint 250 ezeren hagyták el otthonaikat az aszály miatt, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Toby Lenzer az ENSZ afganisztáni képviselője. Ez a legnehezebb időszak Afganisztán történetében. Az afgán emberek elviselhetetlen szenvedéssel kell megbirkozzanak. A felmelegedés és az elsivatagodás egyre nagyobb területen kényszeríti elvándorlásra az embereket. A szárazság sokkal nagyobb méretű migrációt idéz majd elő, mint a háborúk és az üldöztetés.